Állati percek az Országos Állatvédelmi Alapítvány jóvoltából. Korábban már volt szó itt az állati percekben is az ivartalanítás fontosságáról, és ez itt tavasszal még jobban felértékelődik, hiszen egyre több kismacska születik majd a következő hetekben, hónapokban. De miért fontos az ivartalanítás? Elsősorban a fölös szaporulatoknak a megakadályozása miatt fontos az ivartalanítás. Nagyon sok utcai cica született már, nagyon sok állatvédő szervezet a tavasz beálltával küzd az újszülött cicákkal, és itt azt is meg kell említenem, hogy természetesen a kóbor kutyák is problémát okoznak, de leginkább az állatvédő szervezeteket a kóbor cicák terhelik meg, hiszen sokkal több macska él az utcán, mint kutya, ezt ugye mindnyájan látjuk, sokkal több kóbor macskába ütközünk bele az utcákon, akár városon belül, vagy peremrészeken is. Tehát nagyon fontos az, hogy elsősorban a fölösszaporulat megakadályozása, a kóbor állatállomány csökkentése, de meg kell azt is említenem, hogy az egészségük védelme érdekében is ajánlatos őket ivartalanítani. Ezt fejtsük ki egy kicsit bővebben, hogy óvja az ivartalanítás az ő egészségüket. Nőstény macskák, szukakutyák esetében az emlődaganatot ki tudjuk ezzel akár kerülni, csökkenteni tudjuk ennek a kockázatát. Kandúrok esetében pedig el kell, hogy mondjuk sokkal kiegyensúlyozottabbak lesznek akár a macskák, akár a kutyák. Sokkal könnyebben tudnak akár figyelni, koncentrálni, könnyebben tudjuk őket tanítani. Tehát az együttélés harmonikusabb lesz velük, hogyha ivartalanítva vannak. És természetesen az is hozzá tartozik, hogy az életüket is ezzel meghosszabbítjuk egy pár évvel, tehát ugye az egészségük védelmével egyúttal tovább is élhetnek velünk, kedvenceink. Visszatérve a kóbormacskákra és a macska szaporulatra, mennyivel több bejelentés érkezik ilyenkor az állatvédelmi szervezetekhez? Hát háromszor annyi legalább, azt el kell, hogy mondjam, tehát akárhogyha felmegyünk a közösség oldalakra, már ott láthatjuk azt, hogy a szervezetek kérik a segítséget, idéglenes befogadókat toboroznak, hiszen egy-egy nőstény macska 4-5 kölyköt is lefial, tehát ugye ezeknek az ellátása az ugye nem egyszerű, és főleg abban az esetben nem, hogyha mondjuk a mama macska valami miatt eltűnik, nincs meg, nem találják meg az állatvédők, és ott vannak a pici cicák, tehát azok pedig ugye 24 órás foglalkozást igényelnek, tehát nagyon nehéz egy pici újszülött cicát felnevelni, tehát nagyon leterheltek így tavasszal is az állatvédők. Mikor érdemes ivartalanítatni kedvencünket? Macskák esetében Magyarországon már 5-6 hónapos kortól szokták ivartalanítani, Amerikában már például 3 hónapos kortól ivartalanítják a cicákat, de ez itt Magyarországon még nem terjedt el, és ugye kutyák esetében is az ivarérés előtt már lehet ivartalanítatni őket, tehát tévhit az, hogy meg kell várnunk azt, hogy ivaréretté váljon az állat, tehát ivarérés előtt nyugodtan már felkereshetjük az állatorvosunkat, kérhetünk időpontot, és ivartalaníttathatjuk kedvencünket. Ha mondjuk felnőtt kutyánk vagy macskánk van, őt is megéri ivartalanítatni? Természetesen sokan megkérdezik tőlünk is azt, hogy egy idős cicát fogadott örökbe, és hogy javasoljuk-e az ivartalanítást. Nincs korhoz kötve, tehát egy idős cicát, kutyát is lehet ivartalanítani, hogyha az egészségi állapota megengedi, ugye ezt az állatorvos előzetesen úgyis meg fogja vizsgálni, meg fogja nézni az állatot, hogyha az egészségi állapota engedi, akkor minden további nélkül javasoljuk az ivartalanítást. Sokan azt mondják most, hallva ezt az interjút is például, hogy jó, de nagyon sokba kerül az ivartalanítás. Ezzel kapcsolatban mi az állatvédők álláspontja? Nagyon sokba kerül az ivartalanítás, és ez is tulajdonképpen részét képezi annak, hogy sokan nem tudják ezt finanszírozni, és ezért nincs sok állat ivartalanítva. Ez mind az állattartók, mind pedig az állatvédő szervezetek, állatotthonok, menhelyek számára is nehézséget okoz, hiszen egy nagyobb testű kutyának az ivartalanítása akár belekerülhet 70-80 ezer forintba, még egy nőstény cicának az ivartalanítása
megtakarítása szintén 30 ezer forint környékén mozoghat. Ez ugye városonként és állatorvosonként eltérhet, de itt tavasz környékén több állatorvosi rendelőben olvashatjuk azt, hogy ivartanítási akciók vannak, illetve az állatvédő szervezetek segítségét is kérhetjük esetleg abban, hogyha egy nehéz helyzetben lévő állatbarát nem tudja mondjuk megfinanszírozni az ivartanítás költségének a 100%-át. Abban az esetben én azt tudom javasolni, hogy mindenképp forduljunk akár az állatorvoshoz, akár az állatvédőkhöz, de valamiképpen próbáljuk megoldani, hiszen tényleg nagyon fontos az ivartalanítás, és bár tudjuk, hogy sok embernek már a fülé jön ki ez, hogy az állatvédők az ivartalanítást folyamatosan hangoztatják, és száll akár a közösségi oldalakon is ez az ige, de nem elég elmondanunk, hiszen mi tudjuk azt pontosan, hogy milyen esetekkel találkozunk, és nem kívánjuk ezt senkinek, és tényleg nagyon fontos azt, hogy azokat az állatokat, akiket nem tenyészetre szánjuk, nem fajtatiszta törzskönyvesek, azokat mindenképp ivartalanítassuk. És hogyha már itt vagyunk a tavasznál, tavaszderekán vagyunk éppen, megjelentek az élősködők is, leteszem azt a szúnyogok is, a kullancsok. Mi a helyzet most? Nagyon sok helyről hallom, hogy nagyon sok a kullancs, ez így van? Így van, nagyon sok a kullancs az egész országban. Ez ugye egészen egyszerűen annak köszönhető, hogy enyhetelünk volt most is, illetve az elmúlt években is nagyon enyhék voltak a telek Magyarországon, és elszaporodtak a kullancsok, és egészen korán tapasztalhatjuk ezt már, tehát többen jelezték, kérdezik a szervezeteket, hogy mit javasolunk, hol sétáltassuk a kutyát, hol nem ajánlatos. Én mindenképpen azt tudom elmondani, hogy sétáltatás után nézzük át a kutyánkat, nézzük át önmagunkat, hogy még véletlenül se vigyünk be akár a lakásba kullancsot, vagy még véletlenül se legyen az állatunkba, hiszen ez komoly betegségekhez vezethet. Hogyan védekezhetünk a kullancsok ellen, ugye az átnézést kivéve, mert azt már ugye említetted? Különböző írtó, illetve távoltartó cseppeket, készítményeket tudunk vásárolni állatorvosoktól, állatpatikákban, állateledel üzletekben. Ezek 1-2-3 hónapos védelmet biztosítanak az állatunk részére, legyen ez kutya vagy macska. Ajánlatos mindenképp, akinek kinti kijárós cicája van, tehát kertben tartja, kijárhat az udvarra, mindenképpen ajánlatos kezeltetni, és hát már most így április derekán tulajdonképpen ezen át is eshetünk, mert már márciusban tapasztaltuk azt, hogy kemény, erős kullancs szezonnak nézhetünk elébe. Hogyan fertőznek a kullancsok, hogyan csípnek, hol van az életterük? Ugye tévhit az, hogy például a fákról esik a nyakunkba, vagy éppen a kutyánkra. Így van, hogyha akár kimegyünk sétálni a kutyánkkal, és mondjuk nem egy erdőbe megyünk, ahol nagyon sok fa van, hanem egy pusztába megyünk, ahol csak fű van, bizony ott is ráragadhat a kutyánknak a szőrére, és itt azért fontos azt megemlítenem, hogy a kistestű kutyák még nagyobb veszélynek vannak kitéve, hogyha mondjuk egy magasabb füves rétre megyünk, ahol a fű magasabb, ott a abszolút teljes testhosszába, testmagasságába ugye eléri a fű a kutyát, akkor még nagyobb veszélynek van kitéve, hogy esetleg beleragad a szőrébe a kullancs, és ugye nekünk is a cipőnkre, nadrágszárunkba, tehát akár elvihetjük magunkkal haza, bevihetjük a lakásba, tehát nem csak erdős, fás, bokros részben találkozhatunk kullanccsal, hanem akár egy füves pusztán réten is. Pár gondolatot azért ejtsünk a szúnyogokról és a bolhákról is így összefoglalva. Melyek azok a betegségek, amiket például a szúnyogok vagy akár a bolhák terjeszthetnek, és ezzel hogy lehet védekezni? Bolhák ellen ugye az azért elterjedtebb és köztudottabb, hogy szintén különböző bolhaírtó cseppekkel, készítményekkel, bolhanyagkörvekkel tudunk védekezni. Ez ugye nem csak a nyár beálltával, hanem akár télen is jelen van az állatban, jelen van a környezetünkben. A szúnyogok talán azok, amik most jobban előtérbe kerültek az utóbbi évben szintén hazánkban, Magyarországon. Sajnos komoly betegséget okozhatnak kutyáknál, és egyre több olyan esetet találkoztunk, amikor szúnyogok által okozta fertőzés által kutyák elpusztultak. Itt egy bizonyos szívférgességről beszélünk. Nagyon fontos, hogyha esetleg ilyet észlelünk, vagy gondolunk, vagy érzünk a kutyánkkal kapcsolatban, akkor azonnal felkeresünk
keressük az állatorvosunkat, hiszen egy nagyon agresszív, egy nagyon gyors lefolyású betegségről van szó, ami az életébe is kerülhet kedvencünknek. Ez ellen is tudunk védekezni, vannak különböző védőoltások, amiket beadathatunk a kedvencünknek, hogyha biztosra szeretnénk menni, hogy ne kapja el ezt a betegséget. Ezek voltak az Állati Percek. Készítette az Országos Állatvédelmi Alapítvány. www.országosállatvédő.hu